A felperes meghallgatásával folytatódott az a személyiségi jogi per, amit a röszkei terrorista perben 5 évre ítélt Ahmed H. indított a miniszterelnöki kabinetiroda ellen. A szír férfi azt sérelmezi, hogy az illegális migrációról tartott 2016-os nemzeti konzultáció egyik kérdésében az ő ügyére hivatkoznak. A meghallgatásán Ahmed H. többször ellentmondásba keveredett saját magával. Nem tudta például pontosan megmondani, hogy milyen sérelem érte a kérdőív miatt, és egyszerűen hazugságnak minősített minden róla szóló híradást. Amikor pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni, akkor azt mondta, hogy nem érti a kérdést. Kiderült az is, hogy Ahmed H. csak a televízióban hallott a nemzeti konzultációról, a cellatársa fordította le az erről szóló riportokat. Keresetében Ahmed H. bocsánatkérést vár a kormánytól. Úgy tudjuk, hogy az ügyben a korábban terrorcselekmény miatt 5 évre ítélt Ahmed H. ezúttal is a volt szocialista igazságügy miniszter Bárándi Péter képviseli.